Köszöntöm nézőinket a Dunapalotából. Itt zajlik a Korkontroll Társaság, valamint a Magyar Májkutatási Társaság nyílt napja, Ön mennyire rossz májú címmel. Gondolták volna, hogy évente, világszerte 14 millió ember hal meg alkoholos máj miatt. Szóval, hogyha Önök naponta isznak, akkor felkészülhetnek arra, hogy jön a májcirózis, vagyis a májzsugorodás, illetve a májkarcinóma, vagyis a májrák. Férjemnek meghalt egy barátja, az inkább kollégája volt, mert az valahogy ugye a környezetünkben nem iszik igazán senki. Már úgy nem iszik, hogy lerészegedik. De valahogy annak a fiúnak elromlott valami élete, és aztán hiába mondta neki az orvos, hogyha nem vigyáz, visszahozták, tehát újra kezdett termelődni, amely termelődik, ezt jól mondom, valami ilyesmi, vagy működő. És aztán egy év múlva sajnos mégis meghalt. Hosszú gyógyszeres kórházi kezelés után. És akkor kijött, és újra elkezdett inni, és akkor egy éven belül meg is halt. És még alig volt 50-valahány éves. Na és hát azóta jobban odafigyelek. És azért jöttünk ide, mert most már ebben a korban vagyunk, nyugdíjas korban, és azt hiszem, hogy hát... Szóval jó előadásokat láttam. Érdeklődők, érintettek? A megjelentek közül minden esetre valahogy senki sem állította, hogy alkoholfogyasztása miatt vált volna májbeteggé, vagy szeretne többet tudni a méregtelenítőszer betegségeiről. Nos, voltak olyanok, akik már ilyen-olyanokból, de átestek májtranszplantáción. A transzplantáció után eleve rosszul éreztem magam, és én mivel azt a filozófiát tartottam és tartom is, hogy most már az orvosok mindent megtettek, értem, most rajtam a sor, nekem kell mindent megtenni. Egyik az egészséges életmóddal, a sportolással, mozgással, tekintettel arra, hogy csomó gyógyszert szed az ember. A sportolással a keringése, a méregtelenítése felgyorsul, sokkal gyorsabban mennek ki ezek az anyagok. 4 hónapra rá már elkezdtem tornázni, gyógytornára jártam rá, ami sajnálatos módon már megszűnt, sajnos nincsen pénz rá, nem tudják támogatni. De 4 hónap után minden nap lejártam a gyógytornákra, és keményen 1 óra, 1,5 órákat dolgoztunk ott. Az emberi májnak a alakulását, anyagcseréjét sok minden befolyásolja. Befolyásolja a táplálkozásunk, befolyásolja az, hogy mit eszünk, mit iszunk, az utóbbiak között leginkább az alkoholfogyasztás, befolyásolja a májunk állapotát az is, hogy nincs-e valamilyen fertőző betegségünk, amely a májot érinti. Ezek között ugye a vírusos betegségek vannak. Mindent összevetve azt kell mondjam, hogy a legnagyobb károsítást a májunkon az anyagcserénk hozza létre, az az anyagcsere, amely az alkoholfogyasztás következtében valamelyest megváltozik. Az alkoholt Magyarországon elég sokan fogyasztják, a világon előkelő helyen vagyunk alkoholfogyasztás tekintetében, emiatt a kalóriabevitel miatt, mert az alkohol kalóriabevitelt is jelent, májunk elzsírosodik. Tehát minden 10. ember, vagy még talán több is, zsírmájjal él. Ez a zsírmáj előszele annak, hogy időlt májgyulladás alakuljon ki, esetleg májrák alakuljon ki ebben a károsodott zsírmájban. 12 liter tiszta szesz per fő. Ez az éves fogyasztás. De nem csak itthon, hanem Ausztriában, Németországban is. Viszont a németek mégis egészségesebbek. Persze, hiszen nem a tablettás bort és pancsolt szesz isszák, ráadásul jobbat esznek, és a gyógyszerfogyasztásuk is kevesebb. Ezért sem halnak meg olyan sokan májzsugorodás miatt, mint hazánkban. Ennek az okát én abban látom, hogy talán Magyarországon nem annyira tisztított alkoholos italokat fogyasztunk, mint Ausztriában, ez az egyik, akár esetleg a pancsolt borok vonatkozásában, akár pedig az ukba főzött pálinkák esetében. Másik lehetőség pedig az, hogy esetleg az étkezésünk sem felel meg azoknak az európai normáknak, mint aminek már az ausztrál étkezés megfelel. A gyógyszerek lebontása is a májsejtekben gyakorlatilag azokon a szinteken történik, ahol az alkohol lebontása is van. Tehát a kettő egymás hatását rontja. És ilyen értelemben nagyon lényeges az, hogy valaki fogyaszt-e alkoholt, fogyaszt-e gyógyszert, és befolyásolja az is,
az alkoholfogyasztás hatását, hogy van-e valamilyen vírusos betegségünk, mert valakinek hepatitis B vagy hepatitis C vírusfertőzése is jelen van, és rendszeresen alkoholfogyaszt, akkor az alkohol, akkor a májbetegsége gyorsabban halad előre. Tudták önök, hogy évente Magyarországon 6800 ember hal meg májelégtelenségben? Hogyha naponta felöntenek a garatra, akkor biztosak lehetnek abban, hogy haladnak a májrák vagy a májkarcinóma felé. És hát sajnos ugyanez a veszély fenyegeti a fiatalokat akkor, amikor kellő körültekintés nélkül tetováltatnak, illetve testékszert helyeznek fel. És hogy tovább menjek, a kábítószer élvezőket akkor, amikor az intravénás injekciót úgy adják be maguknak, hogy az egyszer használatos fecskendőt többször használják. Ekkor ugyanis ki vannak téve a hepatitis C vírus fertőzés. Én szenvedélybeteg vagyok, és hepatitis C-s, ezt egy valami, nem tudom, hogy mikor és hogyan, de nyilván tűfertőzéssel kaptam el, tehát egy fertőzött tű által kaptam el ezt a betegséget, vagy ezt a vírust, amit hordozok magamban. Én tényleg nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában nem sok hepatitis C-s mozog, legalábbis a mi köreinkben, illetve akik hepatitis C-sek, ők inkább az én korosztályom. Tehát én most már 11 éve vagyok józan, kvázi mondjuk 20 évvel ezelőtt voltam a drogkarrieremnek a közepében, vagy 15 évvel ezelőtt, és akkoriban a hepatitis C az nagyon gyakori volt. Ha problémáid vannak alkohollal vagy droggal, ha segíteni szeretnél magadon vagy másokon, ha szakítani akarsz a drogokkal, vagy meg akarod tartani józanságodat, ebben a körben van helyed. Olvasható a Megállócsoport honlapján. Aki felkeresi őket, szakszerű támogatókra talál. A Megállócsoportnak van egy olyan szolgáltatása, amit ilyen alacsony küszöbű ellátásnak nevezünk, tehát bárki bejöhet, akár drogfogyasztó beállva is, tehát úgy, hogy éppen használat alatt van, vagy befolyásoltság alatt, hogy a rendőrök mondanak, nem tudom, és akkor mi arról tudunk beszélni, hogy hogyan, tehát hogyha ha neki erre szüksége van, és egy olyan légkör alakul ki, akkor mi arról tudunk beszélni, hogy hogyan tud praktikusabban, egészségesebben együtt élni a szerjével, vagy egy kicsit tovább élni, mondjuk így. Ebben sok információt tudunk nyújtani, mert hogy együttműködésünk van rengeteg olyan szervezettel, mint például a tűcsere. Nálunk ugyan nem folyik tűcsere, de azt is tudom, hogy Magyarországon már vannak ilyen tűcsere automaták, stb. Tehát van egy csomó előrelépés. A jelenleg tehát a Megálló Csoport segítő munkásaként tevékeny Tibor színi előadásokat is szervez, tervez művészetterápiás módszerrel. Amúgy ez a csoportfoglalkozás önterápiának is mondható. Sokkal egészségesebb vagyok, amióta nem drogozom, ezt érzem. A hepatitis C-vel kapcsolatban persze nem érzek jelen pillanatban semmit, és ez remélem, hogy azért van, mert hogy nem aktív ez a vírus bennem, és gondolom, hogy nem azért van, mert hogy most fogok meghalni holnap is hepatitis C-ben. Én remélem, hogy nem így van. Van egyébként egy olyan kezelés, ami azt hiszem, hogy 90%-os gyógyulást eredményez. Több társam már kipróbálta, illetve végigcsinálta. Ez egy hosszú gyógyszeres kezelés. Hetente egyszer megszúrnak bőr alatt. Biztos erre vágyom titkon, hogy szurkálnak. És akkor az van, hogy egy év múlva teljesen kimegy belőlem. Persze jó esetben, hát ez nem biztos, hogy így lesz, de én mondjuk elhiszem, hogy így lesz. Hogyan terjed? Elkaphatom-e a hepatitis vírusokat? B vagy C? Melyik a veszélyesebb? A még tabu témának számító betegségről nem világosak fogalmaink, pedig érdemes tanulni, ugyanis a májkárosodás okozta halálozásban elsők vagyunk Európában. Ebben a halálozásban a vírushepatitiszek is nem kis szerepet játszanak. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a májkárosodás, amit az alkohol okozott, arra ráfertőződik egy beteg egy krónikus vírushepatitisszel, az kettőzött erővel pusztítja a májat. Többféle hepatitis vírus van, ezek közül a B vírus és a C vírus azért veszélyes, mert mind a kettő krónikus májbetegséget okoz, amely évekig, évtizedekig, akár tünetmentesen is zajlódhat. A beteg észre sem veszi, hogy szenved ebben a betegségben, és közben lassan pusztul a mája, és az esetek egy részében májzsugorodáshoz
valamint májrák kialakulásához is vezethet. A B-vírus terjed szexuális úton. Veszélye abban áll, hogy erősebben fertőz, gyorsan rombol. A hepatitis C viszont lassan, de biztosan visz a máj krónikus állapotához. Azonban sem nemi érintkezéssel, sem cseppfertőzéssel sem adható át a fertőzés. Ezen a téren számos tévhit terjedt el. Az biztos, hogy a B-vírus hepatitis a szexuális kontaktussal is terjed, és igen erősen fertőző. A C-vírus az ezen az úton nem terjed, hanem 1990 előtti vérkészítmények adásával fertőződött, aki fertőződött, és a jelenleg krónikusan szenvedő C-vírusos betegek nagy része olyan régi fertőzés, csak most derül ki. De mind a B, mind a C-vírus terjedhet tetoválás, vénás droghasználat, közös tű, vagy fecskendő, vagy fogkefe borotva használatával is, tehát ahol vér tud átkerülni a másik ember szervezetébe. A vénás drogosok a C-vírus jelenleg leggyakoribb terjesztői, és sajnos már egyetlen alkalom is elegendő ahhoz, hogy megfertőződjön, aki ezt kipróbálja. A B és C-vírus előfordulása Magyarországon alacsony, 1% alatt van. Mégis úgy becsüljük, hogy körülbelül 700 ezer ember szenved B vagy C vírus fertőzöttségben, és ezek közül legalább 20-30 ezer az, akinek krónikus és a felderítés esetén kezelhető májbetegsége lenne. Emlékeznek önök Larry Hagmanre? Nos, Jockey Ewing ivott rendesen, aminek a következménye volt az alkoholos máj, annak pedig a májtranszplantáció. Nos, neki volt rá pénze. De ne áruljunk zsákba macskát, Magyarországon egy alkoholista csak akkor kaphat új májat, hogyha leszokik az alkoholról. Gondolják csak végig. Az illető kap egy új májat, iszik tovább, megint jön a májcirrózis, a máj kilöködik, ő meghal. Pedig ez a máj adott esetben valakinek megmenthette volna az életét. Hogyha valaki mondjuk nem alkalmas arra, hogy rendszeresen gyógyszert szedjen, mert fegyelmezetlen, alkoholista esetében nem hagyta abba az ivást, ezek a fő ellenjavallatok. Ilyenkor nem kaphat épp májat a beteg, de nem csak az italról lemondani nem tudók gyógyulása van hátráltatva. Vannak más kizáró okok is. Részben, akiknek az általános állapotuk, úgy mondjuk, hogy a szív-érrendszerük nem teszi lehetővé, hogy megoperáljuk, mert ez egy 5-6 órától akár 14 óráig tartható műtét is, ami általában sok vért is igényel, tehát ahol a keringést nem lehet megterhelni ezzel a műtéttel. Ez egy kizáró ok. Akinek aktuális fertőzése, vagy olyan fertőző betegsége van, amit nem lehet meggyógyítani. Egy nagyon-nagyon fontos csoport a daganatos betegek. Akkor nem szabad átültetni, mert az a tapasztalat, az elején ezt csinálta a világ, hogy pár hónap múlva, 4-5 hónap múlva az épp egészséges májban kiújul a daganat. A Szentgyörgyi Albert Díjas nemzetközi hírű professzor nevéhez fűződik az 1973-ban végzett első hazai sikeres veseátültetés. Azóta persze megnőtt az igény a korszerű beavatkozásra, de kevés a szervdonor. Személy szerint nekem 35 éves tapasztalatom van, mert 73-ban kezdtük el a veseátültetést, tehát követem a donorok mondjuk úgy felfedezésének az összes lehetőségeit és útjait. Sajnos azt kell mondanom, hogy az utolsó 3 évben a donorok összszáma csökkent. Ebben nyilvánvaló szerepet játszik az egyes intenzív osztályok ágyainak a csökkentése, bizonyos kórházak bezárása és számos kutatható ok, amire nem tudok konkrétan választ adni. Mi Európában a középmezőnyben helyezkedünk el. Volt olyan év, 1979-es, amikor az európai országok között a 6. helyen voltunk donorok számát illetően. Én azt hiszem, hogy szervezés kérdése, tehát kell alkalmazni a különböző nagy kórházakban olyan szakembert, aki időben
megfigyelés alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a bekerült, sérült, agyvérzett, ez a donorok kritériumrendszeréhez tartozik, alkalmas lehet donációra, mert sokszor a fáradtság, a kevés számú személyzet, az éjszaka, az egyéb munka és elfoglaltság eltereli a figyelmet. Nem vevődik észre, hogy valaki azon az úton halad, sajnos nem meggyógyítható, hogy donor legyen. Azt hiszem, hogy mindig a spanyol példára hivatkozunk, ez az egyetlen mód arra, hogy hogy a donorok számát növelni tudjuk. Teljesen váratlanul egy ismeretlen akut májelégtelenség alakult ki, és a kórházban közölték velem, hogy csak a transzplantáció segíthet, ami aztán gyorsan várólistára tettek, és amilyen gyorsan csak lehetett, jött a máj, azt meg is kaptam, és azért került sor egy 24 olyan belül egy másik májra, mert az első máj működése nem indult be, és így életmentés céljából az volt a legfontosabb, hogy minél gyorsabban kapjak egy másik májat. Ami aztán működött is, 2 évig mondjuk, olyan normálisan, viszont elkezdődtek a problémák, epeuti és egyéb gondok, ami aztán szép lassan tönkretette a beültetett májat, és újra várólistára kerültem, és hát utána sikerült egy olyan májat kapni, ami valóban jól működik, és most már úgy érzem, hogy nem vagyok beteg. Ildikó életét 8 évnyi szenvedés után ugyan úgy látszik megmentették. Egy idegen mája működik benne, rémlik ez a gondolat, helytelenül. A kilökődés egyik oka éppen a lelki benemfogadás. Én azt a úgymond tanácsot kaptam az orvosaimtól, hogy ez az ön mája, Ildikó, és ez már az öné, kész, ezt így kell felfogni, ez nem fog önből kiugrani és elszaladni, és valahogy ez úgy felépítette bennem, hogy ezt most már én megkaptam, főleg hosszú idő után már a sejtjeink is azért egy kicsit beleépülnek, és nekem nem okozott ez problémát. Kivételes csoportról van szó. Az orvostudomány jelenlegi szervátültetési gyakorlata szerint a máj egy igen jól hasznosítható szerv. A műtét után akár 2 beteg számára is elegendő lehet a testet regeneráló szerv. Az egészségügyben én azt mondom, hogy nem kell számolnunk avval, hogy bármilyen diszkrimináció érne minket, hiszen mi az egészségügy űrhajózásának a részesei vagyunk, hiszen, hogy a professzor úr mondta nálunk a klinikán, a májátültetés ugye az egészségügy űrhajózása. Mi ebben a tekintetben vagyunk azok az asztronauták, amiket minden tekintetben kímélnek, és mindent megtesznek annak az érdekében, hogy legjobb erőben, legjobb fizikai állapotban és lelki állapotban találjuk magunkat. Ebben a lelki állapotban való segítésben ebben az egyesületünknek is nagyon nagy tevékenysége van. A napnak persze voltak kedves pillanatai, ilyen volt például Csák József operaénekes előadása, vagy éppen az István Nádor Por lovagrend elnökének bemutatkozása. Mi egy percig sem szeretnénk azt állítani, hogy egyáltalán ne igyanak, hiszen a mértékkel fogyasztott alkoholgyógyszer. A kardiológusok ugye azt mondják, hogy ha valaki naponta megiszik 2 deci vörös bort, akkor nagyon jót tesz az ereinek, hiszen leoldódik a koleszterin és megakadályozza az érelmeszesedést. Vörös bort ittam, az este, angyalul ragyogó szeretem a bort. Most is részeg vagyok tőle, angyalul ragyogó szeretem a bort. Halál, halál, halig, halálok, pénzedet meg hagyjának, angyalul ragyogó szeretem a bort. Halál, halál. Láthatóan népszerű az országunkban a bor. A mértéket kell tudni megismerni és tartani. Mik a tapasztalatai, vagy miért érdemes bort fogyasztani és mértékkel bort fogyasztani? Elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekre, még magas vérnyomás esetén is a napi 1-2 deci szőlőből készült jó bor fogyasztása ajánlott, ahogy ezt már hallottuk. Amellett egészségi szempontok mellett ajánlott még azért is bort fogyasztani, mert a magyarok kultúrájában a borfogyasztás az egy ősi, szép és jó dolog. Nem múlt el úgy családi ünnep, egy keresztelő, lakodalom vagy temetés,
hogy a sógor, a koma, a bortermelő jóbarát ne hozta volna el Demizsonba a kis borocskáját, és amellett elbeszélgetve fogyasztották a bort. Én azt mondom most a mai jelenkor emberének, szintén a társasági, és nem utolsó sorban az üzleti élet talán egyik fontos eleme a jó bor. Önök a Korkontroll Társaság, valamint a Magyar Májkutatási Társaság nyílt napjáról készült összeállítást látták a Dunapalotából, a nap címe Ön mennyire rossz májú. Nagyon reméljük, hogy aki látta ezt az összeállítást, az ezentúl odafigyel legfontosabb méregtelenítő szervünkre, a májra. Köszönjük, hogyha megtiszteltek bennünket figyelmükkel. Ha van kérdésük, nyugodtan tegyék fel, internetes portálunk címe, értelemszerűen ékezet nélkül www.korkontrolltarsasag.hu. Viszontlátásra! Thank you.